Mintegy 20%-kal emelkedett a nyugdíjmegtakarítások mértéke itthon, derül ki az egyik piacvezető pénzintézet felméréséből. A magasabb keresetűek többféle biztosítási terméket is kötnek. A paletta széles, emelkedett azok száma is, akik megtakarításaikat lakásfelújításra szánják, de idén többen gyűjtöttek nyaralásra, utazásra. Ez a megkötött utasbiztosítások növekvő számából is látszik. A múlt hónapban háromszor annyi utasbiztosítás kötődött, mint az elmúlt években. Ez annak is betudható, hogy a megtakarítások egy részét az ügyfelek az utazásra szánták, és ebből kifolyólag ugye a biztosítások kötése is növekedett. Minden ötödik befektető lakásfelújításra tesz félre, de növekedett azoknak a száma is, akik gépjárművásárlásra költik megtakarításaikat. A magasabb jövedelműek gondolnak gyermekeik jövőjére és a nyugdíjas éveikre is. A meglévő ügyfeleink közül egy olyan 20% az, aki a nyugdíjra félretesz. Én azt gondolom, hogy ez évről évre növekedni fog, hiszen látják azt, hogy muszáj mindenféleképpen félretenniük arra, hogyha ugye elkövetkezik 10-15-20 év múlva a nyugdíjas évük, akkor 50-60 ezer forintból nem biztos, hogy meg fognak tudni élni. Attól függően ugye, hogy a nyugdíj cél az, tehát mennyi év van még ahhoz, hogy nyugdíjba menjen az adott illető, tehát lehet rövid távon gondolkodni, meg ugye, hogyha fiatal még az illető, akkor pedig hosszú távú megtakarítási formákat szoktunk nekik javasolni. Általában egy ilyen 10 és 20 ezer forint között célszerű félretenni erre a formára, megtakarításra, és ugye abban kell gondolkodni, hogy ehhez nem tudnak hozzányúlni, csak akkor, amikor a nyugdíjas évek eljönnek. Mészáros Rinaldo független pénzügyi tanácsadó, illetve szakértő a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi az, amit itt a mi megyénkben, a mi régiónkban tapasztalni lehet a magánjellegű megtakarítások területén? Hát a 2008-as nagy válság, ami elég sokáig tartott, amikor a devizahitelek, a rengeteg hitel volt, ebből lassan kezdünk, tehát lejárnak a hitelek, és a másik alapvető dolog, hogy hála Istennek elindultak a kereset növekedések is. Tehát a fizetés több is, kisebb a teher. Sokkal óvatosabb lett a magyar, már nem vesz föl hitelt, vagy nagyon keveset, sokkal kevesebbet, illetve csak olyan célokra, ami lakásra, gépjárműre, amire szüksége van. Tehát sokkal kevesebb hitelt veszünk föl, ezáltal a megtakarításunk, van pénz megtakarításra. 2008-tól a biztosításból a pénzt majdnem fele eltűnt. Tehát lefele ment a biztosítások száma, ez az összes termékre vonatkozik, tehát kaszkóra, lakásbiztosításra, vagyonbiztosításra, és mint ahogy a felvezetőben is hallatszott, több pénzünk van utazni, utasbiztosításba, és ez jól mérhető. Mivel van tehát már marad meg, nem kell a hitelt törleszteni, marad meg pénz, elkezdünk gondolkodni azon, hogy teszünk félre nyugdíjas éveinkre. A megtakarítások hogyan alakulnak a hosszú, közép és rövid távú célok szerint? Tehát vannak az egyszerű megtakarítási termékek, bemegyek egy bankba és egy portfóliót megvásárolok, vagy betétbe teszem, de hát a betéteknek már annyira alacsony a kamata, hogy lassan nem érdemes, mert egy évig benn van a pénzem, a készpénzfelvétel elviszi az egész éves kamatot. Most egy hosszabb távú, tehát egy 3-5 éves megtakarítási formát szinte minden bank ajánl egy csomagot, ugyanúgy a biztosítók is. Tehát a életbiztosításoknál is van egy olyan fajta életbiztosítás, amelyik bizonyos korba, bizonyos időszakra köthető, amik a hagyományos életbalesetbiztosítás, bármi történik velem, akkor vagy én, vagy a családom megkapja. Vannak a kombinált olyan életbiztosítások, amelyik befektetést is tartalmaz. Megkötöm 10-20 évre, és tehát biztosítva vagyok. Van egy kockázati része. És van egy befektetési része, lejáratkor. Nyilván, hogy azokkal a hozamokkal, amit a biztosító elér, azokkal visszakapom. Na most
A biztosítóknál is nagy a verseny, minden fél évben, évben, negyed évben közzé teszik, hogy milyen befektetési eredményeket értek el. Tehát, hogy az életbiztosításnak a befektetési része milyen hozamot hozott. Ugyanez vonatkozik a magánnyugdíjpénztárakra is, hogy az a magánnyugdíjpénztár lesz a legéletképesebb, ami tulajdonképpen a legnagyobb hozamot hozza. Na most már, mivel már van rá pénz a népnek, elkezd gondolkodni rajta, hogyha nyugdíjba megyek, főleg rengetegen voltak hosszú távon minimálbérre bejelentve, nem fog tudni megélni. Ezért egy rendszeres havi megtakarítással emeli az állami nyugdíját tulajdonképpen. De ugyanúgy működik, mint az állami nyugdíj a nyugdíj, hogy nyugdíjas koromban a biztosító is kapok egy összeget, attól függ, hogy tehát összeadják azt az összeget, amit befizettem, hozzáteszik a hozamot, és van egy képlet, ami alapján kiszámolják, hogy férfi, nő, hány éves, várhatóan hány évet él, csúnya szó, de így számolják ki, és akkor havonta meghatározzák, hogy egy bizonyos összeget, és ameddig él, azt az összeget kapja. És ennek van egy felső korhatára, ameddig megköthető? Van. Egy jó életbiztosítási termékkel ki lehet váltani a nyugdíj célú megtakarítást? Tisztán életbiztosítási termékkel nem. Mert az életbiztosítás az csak akkor fizet, ha káresemény van. Itt a káresemény a baleset, a rokkancs. De a lejárati életbiztosítás, ez a befektetéses életbiztosításra gondolok. Hát az is csak lejáratkor kap egy összeget, és akkor az az összeg akkora, mekkora. Nyilván, hogy egy befektetési életbiztosításnál nagy valószínűséggel nem fogja visszakapni azt az összeget, mint amennyit befizetett, mert hát az életbiztosítási részre is teszel a biztosító. Tehát mindenképpen célszerű mind a kettőben gondolkodni. Érdemes mind a kettőben, meg tehát változtak az idők, tehát azért 10-15 évvel ezelőtt nagyságrendekkel nagyobb hozamokat lehetett elérni a pénzpiacon. Hát a betéti kamatok is 10-15%-on voltak, most 1-2% az már nagyon jónak számít. Így a befektetésben is akárhogy alakítja a bank vagy a biztosító a portfólióját, minél biztonságosabb, annál kisebb a hozama. Tehát ha állampapírba teszem, akkor az biztosan tudom, hogy ennyi. És mennyire kockázatvállalók a magyarok? Tehát a magyarok, tehát aki utána néz, hogy melyik, tehát a bármelyik termékhez, befektetéshez, biztosításhoz pontosan felsorolják, hogy mekkora, hány százalékát a pénznek mibe fektetik. Na most, hogyha valaki kockázatvállalóbb, akkor nagyobb hozamot elérhet, de azt is elérhet, hogy a befektetett pénzét nem kapja vissza könnyen. Ha meg valahol nagyon nagy hozam van, az már gyanús. Mert az elmúlt évek bemutatták, ahol nagyot mutattak, az mind piramis játék volt. És elég sok nagy broker, a Questortól kezdve a bukott bele ebbe. Tehát, hogyha valaki nagyon nagyot ígér, akkor oda kell rá figyelni, hogy az már gyanús. Ezek a nagy bukások kicsit megtisztították ezt a piacot? Hát valószínű. Tehát elnézést. Tehát a nagy biztosítótársaságok, vagy a biztosítótársaságok azért sokkal óvatosabbak, és azok közül nem ment tönkre senki. Tehát se nyugdíjpénztár, se biztosító. Aki tönkre ment, annak az anyavállalata ment tönkre, azért vonult ki a magyar piacról az elmúlt 20 évben. Tehát Magyarországon még olyan kockázatos befektetést nem csinált biztosító vagy bank, hogy abba beleroppant volna, vagy az ügyfelei. Tehát sokkal biztonságosabb. Mészáros Rénaldó, köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk ma este. Én is köszönöm.